Csak ugyan. Tökéletesen azt hittem első színházba menetelemkor, hogy azok nem emberek, mint mi, hanem valami istenek. Igen. El volt határozva. Akárhogy teszem szerit, de nekem ott játszani kell. El is mentem lángúrhoz, de minden hiába. Azt hiszem, azért nem kaptam szerepet, mert veres hajam van. A többek között tanácsolták, hogy kenjem topolya pomádéval. Csak ugyan kezdett a hajam sötétebb színt váltani, de kentem is olyannyira, hogy a zöld pomádé csak úgy csurgott le homlokomon, arcomon, kezdkenőmön, nyakamon. Mindig zöld stráfokkal voltam elmázolva. Ó, égnek angyalai! Engem hívnak testre, a színházba! Így hát színésznő lettem. Harmadnapra felmentünk Murányékkal a színházba. Egyszer csak megjelenik egy német. Ez volt a karmester. Pahának nevezték. Megütött néhány akkordot, és én elkezdtem Mozartnak Tündérség nevű operájából egy egyszerű magándalt, és elénekeltem minden félelem nélkül. Elsőhöz kell férhez menni a becsületes leánynak, és éppen ő az, kit ki nem állhatok. Mert ott mindenütt ott lehetett látni. A zenekarban, ahol hiány volt, minden helyet ő pótolt ki. Ő muzsikai tehetséggel bírt, de semmiben sem volt virtuóz. Ha hozzáférhetett valamelyik hangszerhez, az egész zenekar rémületbe jött, sőt, még mi is a színpadon. Én nem akarok hozzámenni Dérihez, én félek tőle, mondjuk vissza az esküvést! Isten őriz! Róza! Íj, nemes vendégeket megsértenél! Magát Mérei urat is kompromittálnád! És Dérit, s magadat is! Az egész publikum előtt megbélyegeznéd! Most már, mint anyai barátnőd is, azt tanácsolom, szedd rendbe magad, s a legvidámabb arcot öltsd, s a legjobb kedvet mutasd, még ha a legnagyobb küzdelembe kerül is. A rondellában az álfalak mögött állt Murányiné. Ne rozd magadat a sírással, Róza, mert még hamar belebetegszel. Bánom is én, csak a lippenem ne volna úgy feldagadva, mint a pampuska. Erre megszólalt egy hang a hátam mögött. Szép magyarsággal legyen mondva, megdagadt a lippenem.
Én reáltatottam ezen ifjúra, és szívemben egy húr rezzent meg, amely eddig hangot nem adott. Oly szép vágású barna szemek néztek az emberre, göndör haja megfogott minden szívet. Ő volt Prepelica isa. Csak ugyan elidegenedtem Véritől a sok gorombaságai miatt. Egy alkalommal, mikor lent voltak a kertben, én fent zongoráztam, kihasználtam magánosságomat. Egyszer csak jön be futva a cseléd. Tessék hamar lejönni, az úr régen kiabál! Én futok le. De hirtelen valami megroppant bennem. Összeszedtem magam, és mentem. De aztán megállok. Ott láttam, a földön, fehér strimflim. És már feküdtem elájulva, ömlött a vér. Az orvos azt mondta, hogy szerencse, hogy így jártam, mert meghaladtam volna. Nem kellett volna ilyen korán férhez mennem, és meg nem születtem volna. Aztán kihívta Dérit. Messze tartóztassa magát tőle, ha azt nem akarja, hogy meghaljon. Rózám, én ki nem állhatom így az életet melletted. Te nagyon kötöd magadat orvosod tilalmához. Én hát elköltözöm tőled. Ez az utolsó gyűlés. Holnap bontani fogják a rondellát. Először Miskolcon álltunk meg, és megállapodtunk néhány előadásra. Oly szíves fogadtatásban részesült a társaság, hogy sokkal több ideig maradtunk, mint ahogy tervezve volt. A meghívásoknak uzsonnákra, vacsorákra, ebédekre nem volt szünete. Pesten az ilyesekben nem részesültünk soha. Miskolcon mindig nagyszerű közönség volt. Már épület után kellett látni, amely elég legyen minden nagyobb masinériás előadások megtartására. Leltek is egyet, ez volt az úgynevezett csizmadia szín. A csizmadiák árulták benne csizmáikat. De milyen kinézésű? Hát még a bejárat! Két egész jutalomjátékot. Hát, ha
Ha én csak ugyanaz úrral egyezkedhetem. Legelső kikötésem, hogy vigye föl a társaságát Pozsonyba, de mentől előtt. A többi fölött megegyezünk. Pozsony. Felelhetem újra az én szeretett Samumat. Aztán Pesten Samu megint fürtjeimmel játszadozhatott. Nem rendkívüli dolgot kívánok tőled. Azt is csak úgy, ha gondolkodásod módjával megegyezik, és lelked nyugalmát nem háborítja. Téri át. Akkor elválhatsz férjedtől, és én nővé lehetlek. Hogy miként szeretlek, tudom. De ha vallásomat elhagynám, nem lennék boldog. Azt gondolnám, a hit szállt ki lelkemből, s az Isten nem szeretne engem többé. Így hát mi lesz velünk, Rózám? Bízzuk Istenre, ő megmutatja az utat. Feleletet szívszakadva várnak tisztelő szolgái. Székely József és Udvarhelyi Miklós. A kolozsvári szintársulat vezetői. Másnap reggel már jókor pakoltam. Na már itt lehet bátran a hangot kirepíteni a publikum közé. Hát vannak-e énekesek, énekesnők? És pedig lenn senki nincs. Senki. Hát akkor kivel énekeljek? De van itt opera. Agnes Sorel. Mit ér, ha úgy nyúlszik a könyvtárban is? Nincs személyzet, mely elénekelje. De már adtuk! Udvarhelyi. Fejtse meg nekem, hogy lehet Agnes Sorel operát előadni, ha énekesük sincs? Jaj, nagyon keservesen. Nőm énekelte Agnes. Hát énekesnő a neje? Dehogy! Nőm egyáltalán nem akart énekelni, mert nem tud. De Deáki úr lebúvik a súgójukba, s úgy aztán ő vele énekelte el nőm Ágnest. Férfi hangon énekelt Deáki úr? Szegény Ágnes. Hát jó orkesztrum van-e? Az már igen. Ezek mind gubernalisták. Tekintetes urak. Mert mivel zenekari személyzet nincs, hát ők vállalták el a zenekari személyzet helyettesítését, ha opera van. De a gubernátori pálya is sötét. A függönyök behúzva. Még csak egy hang sem hallatszik, ami tetszést nyilvánítana. Egyszer csak felnyílik a gubernátorné páholy függönye, ahol a gubernátorné vendégeivel a darab elejétől kártyázott, pikettet játszottak a bevont függöny mögött. Lehajol a gubernátorné a közönség felett, és elkezd hangosan tapsolni. Erre valamennyi páholy, zárt szék, galéria, szóval borzasztó tapsvihar következett. A zene elkezdődött! És én énekeltem. Anna Giunce, human pensiero, hai contento, agio sol piena, a mie sensi, io grido penna, tu mo vedre, mio tesor, a mie braccia, e sempre se. Nemzeti Színház felé. Itt vagyok újra, a szeretett Peste. Földvári Gábor úr elnöklete alatt minden színésszel tárgyaltak. Kántorné nem jelent meg. Ott feküdt Debrecenben, lábfagyásban, amit még akkor kapott, amikor a társaság Budáról Pestre járt fagyban hóba játszani. A vezetőség elhatározta, hogyha eddig nem jelent meg, akkor
akkor nem is kell többé. Aztán a társaság 100 ingyen jegyet adott el, abból az alkalomból, hogy Söderné fellépett Rómeó szerepében. Az volt a fáma, hogy az ingyen jegyeseknek tapsolni kell a valódi közönséggel. Bizony, én ezt nem hagytam volna, hogy velem ilyesmi megtörténhessen. Aztán Szentpéteri azt kezdte hangoztatni. Na most letörjük a Dériné szarvát! És nem osztanak nekem, ez nekem zokon esett. Én dolgozni, nem pihenni akartam. Na de aztán elhatározták, hogy előadjuk a Rómeó és Júliát, és Júliaként veszek búcsút a pesti színpadtól ezúttal. Baloldalról. Hozzák a babérkoszorút. Felemelik a fejemre két oldalról, és ráhelyeznék. Én hátraléptem, mint érdemtelen erre a megtiszteltetésre. De a közönség csak éjenzett. És repültek le a temérdek versek a páholyból, a galériáról. 1848. március 15-én mennybe ment pánbányával a Pesti Nemzeti Színház színpadán. Dériné Széppataki Róza pedig nem sokkal később úgy döntött, elmegy a férje birtokára tyúkokat tenyészteni. szeptember 30-án szegényes kis temetési menet haladt a miskolci nagylány temető felé, a szegények temetkező helyére. A gyarulatlan deszkakoporsó nyomában egy síró öregasszony, özvegy Kilényi Dávidné, született Schönbach Jeanette, néhai színigazgató özvegye, meg egy fontoskodó szomszédasszony, Csizmadia özvegye. Ők álltak a sír mellett, a pap és a sírásuk. Más senki.